Szép napot, csodálatos életet kívánok minden kedves civil rádió hallgatónak. A következő egy órában az Élő Legenda Őskövület című műsort hallhatjátok. Természetesen mindig próbálok nektek megfelelő személyeket hívni, de azért néha hiba csúszik a számításban. Most is csúszott egy kis hiba. Élő Legenda Őskövület. Talán az Élő Legenda működik, az Őskövület, hát nem tudom, talán itt, aki bal oldalon ül, egy ilyen bajuszos, kicsit őszes bajusszal rendelkező fiatalember, talán ő belefél a Őskövületben is. De hát, ha ugye jobbra nézek, igen ijesztő. Viszont az eredmények is. Úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, ha Élő Legendát hívta meg, és nem Őskövületet, de viszont nagyon nagy személyiségeket. Vendégem Szabó Szilvia, akiről annyit kell tudni, hogyha minden igaz, akkor 13-szoros világbajnok, 8-szoros Európa-bajnok, és 3-szor volt olimpián ezüstérmes. Hát félek, hogy még vannak itt más érmek is, de hát mindent nem merünk elmondani, mert mellette ül ugye Nagy Liszt Zsolt, aki a ZBB-nek a billentyűse, a Korán Forever-nek a billentyűse, zeneszerzője, és hát hozzáteszem, hogy előtte vagy 12 zenekarban játszott, de most megfenyítettem egy kicsivel régebben, és kezdett rám hallgatni, és ma már ez megszűnt. Tehát ő a másik vendégem, és ne haragudj rám, András, hogy így utoljára hagytalak, de hát az Őskövület marad a végére. Ozsvár András, akiről annyit kell tudni, hogy judós, és egy szuper jó iskolát csinál, most készül egy judo múzeum. Azért közben előtte tett egyet, más például harmadik volt olimpián világbajnokságon, és hát egy olyan személy, aki mindig töri valamiben a fejét, valami mindig gondolkodik, tehát vele úgy nem lehet találkozni, hogy találkozunk, és akkor iszunk egy kávét, és elmegyünk. Valami okosság mindig van a dologban. Köszöntelek benneteket. Szabó Szilvihez szólok először, hiszen ő a legcsinosabb, ő a legszimpatikusabb, és ráadásul neki van picike kis gyermeke, és hát sietni kell neki, de hát a civil rádióra időt szentett. Szilvikém, egy ilyen szép, csinos hölgy, hogy keveredik bele egy ilyen kemény sportágban, mint a kajak? Hát azért ez egy nagyon kemény, tehát ez nagyon munkaigényes. Hát én láttam kajakosokat edzeni, meg hát készülgettünk ott együtt is különböző táborokban, főként Dunavarsányban, de hát ez valami ijesztően sok munka. Hát hogy gondoltad te ezt? És amit tudod, mi az érdekes? Hogy ez nem látszik rajtad. Tehát ha most meglátnálak bárhol, és nem tudnám, hogy te ki vagy, akkor minden eszembe jutna róla, csak az nem, hogy te ennyi világbajnokságon, Európa-bajnokságon aranyérmet szereztél. Na most halljunk téged. Na hát ennek én nagyon örülök, hogy ez nem látszik, mert kajakos lányok ugye mindig elég erősek, nagy hátuk van, izmosak, és ez valamilyen szinten ilyen nőiességben zavarja az embert. Én tudatosan törekedtem is rá, miután abba hagytam a versenysportot, hogy valamilyen szinten visszaalakulni egy nőiesebb formába, és visszatérve arra, amit kérdeztél az elején, hogy hogy kerültem én ehhez a sportákhoz. Apukám szerette volna mindenféleképpen, hogy sportoljak, így kerültem le kajakozni. És hát az ijesztő sok munka engem már megrettentett rögtön az első nap, mint amit el is mesélte, úgyhogy én haza is mentem az első edzés után, és bejelentettem, hogy én ide többet soha le nem megyek, futni kell, erősíteni, húzockodni. Mondta apukám, hogy jó, azért legalább egy hónapot próbáld meg kislányom, mert hát azért mégiscsak egy nap után nem illik föladni semmit. És azt kell mondjam, hogy nagyon jó pedagógushoz kerültem, ugye az első edző szerintem nagyon meghatározó egy sportoló életében az, hogy hogyan nyúl a gyerekekhez, hogyan motiválja. Én nem voltam egy nagy versenyszellemű gyerek, hátradőlve kajakozgattam ott a Dunán, nem nagyon zavart, hogy mindenki leelőz. Viszont olyan motivációkat állított elénk csoporton belül, most lehet, hogy ez furán fog hangzani, az, hogy az első szekrényosztásnál én nem kaptam szekrényt, mert nem teljesítettem jól. És akkor utána jöttek ezek a motivációk, hogy legyen egy szekrényem, legyen egy lapátom, egy jobb hajó, és utána pedig már itt ragadtam. Nem akartam én kajakozni, de itt ragadtam, és végül is nagyon örülök neki. Hát ez egy nagyon szép történet, hogyha most itt abba hagynánk, mert ez akkor is jól hangzott, de nem hagyjuk abban, most már megszólítjuk bal oldalon egy kedves barátomat, régi küzdőtársamat, Ozsvár Andrást, olimpiai világbajnoki bronzérmest. András, te hogy találkoztál ezzel a kemény sportággal? Mert szoktam mondani, hogy a birkózás után talán az egyik legkeményebb a judó. Vagy mondjuk azt, hogy mind a kettő egyformán kemény. Majd kifejtette ezt most. Egy pár szóban csak annyit kellene erről tudni, hogy egy négy fiú között nőttem fel, és állandó mindennapos téma volt a verekedés. Zúztuk, vertük egymást, mint a testvérek szokták.
És aztán a bátyám elment judózni, akkor Cselgáncs volt még, az volt az igazi neve, cselgáncsozni a Pest-Lőrinci 18. kerületi úttörőházhoz, és aztán úgy kezdett megerősödni, meg egy technikákat bedobni, és aztán úgy kezdtünk alul maradni a fiúkkal, és elhatároztuk, mi is oda megyünk, megtanuljuk, hogy mi is ez a cselgáncs. Aztán 130 gyerekből válogattak egy ilyen meghirdetett válogatáson, kellett csinálni minden ilyen padokon végigfutni, bujkálni, minden, én voltam a legutolsó minden számban, és akkor, amikor az edző eredményt hirdetett, és 30 embert vettek föl, akkor felsorolta mind a 30-at, na, akkor én már elpityorogtam, és akkor azt mondták, na ez a dagadt is kell oda, mert nehéz súlyra is szükség van, na akkor gyorsan odaszadtam én is a 30 mellé, aztán tényleg úgy volt az első évben, hogy viccmesélés, jól éreztük magunkat, minden. Eltelt másfél év, elküldtek egy versenyre, megnyertem, aztán utána már nyerő voltam, tehát ez úgy végig ment a dolog. Milyen érdekes, hogy egy, mondhatnám azt is, hogy humor nélkül lehet élni, de minek? És valóban az ön irónia, és az, hogy néha az ember saját maga felett pálcát tör, ez a világon a legjobb dolog, mert innétől kezdve az ember hiteles. Tehát nem vagyunk hibátlanok, és nem lehet mindig azt mutatni kifele, hogy hú, de jók vagyunk, hú, de rendesek vagyunk, és tényleg ez így tetszett, hogy saját magadat megostorozhat, kell itt egy dagad gyerek is, és ez valóban így van, és téged így fogadtunk el, és téged én el se tudnálak másképp képzelni, az én életemet te tényleg egy meghatározó személyiség voltál mindig is, és nem is gondoltam arra, hogy te valaha le fogsz fogyni. Foglalkoztatott a kérdés egyáltalán, hogy lefogysz egyszer? Persze, mert kétszer-háromszor már neki láttam. Fárasztólag tűnt. Egyszer volt egy olyan időpont, amilyen 73-ban történt, hogy az edzőm nem jött el egy magyar bajnokságra, megsértődtem, és elkezdtem fogyókúrázni, és akkor egész jól lefogytam ilyen 105 kilóra körülbelül, ilyen 130-140-ről szerintem. Aztán utána a katonaság ideje alatt mondtam, hát ezt most le kéne dobni, van időm, ott pár hónapot eltöltöttem, Tatán voltam katona egy sport századba, és akkor 159-ről fogytam 119-re. Ezt úgy csináltam, hogy nem nagyon ettem, és szépen fogyogattam. És aztán volt pár évvel ezelőtt is, egy 2-3 évvel ezelőtt is nekiláttam sportolni, és akkor 160-ról visszamentem 145-re, tehát ezt egy ilyen fél év alatt simán tudok ilyeneket csinálni. Tehát én nem eszek 3 napig, akkor 10 kilótól megszabadulok, tehát ez így szokott lenni. Másnak ez a 10 kiló, ez hetekig, hónapokig szenvednek, én ezt 3 nap alatt le tudom dobni. Én szóltam időben a kedves hallgatóknak, hogy megint jól fogjátok érezni magatokat a következő egy órában. Ne haragudjál, Liszt, téged most nem tudlak megszólaltatni, inkább szóljon egy szerzemény tőled, egy Liszt szerzemény következik, játssza a ZBB Zöld a bíbor. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban. Vendégem Szabó Szilvia, 13-szoros világbajnok, 8-szoros Európa-bajnok, 3-szoros olimpiai ezüstérmes, egy pici gyermeknek az édesanyja is, egy szorgalmas, kitartó hölgy, aki úgy egyébként nem akart olyan nagyon kajakozni, aztán valahogy nem tudom, hogy hogy csinálta, valaki valamit nem akar, és akkor abból ez lesz, akkor nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha valamit akart volna. És hát mellette ugye a Kajakkenu Szövetségben pedig marketingfőnök, és hát mindig ott is találkozom vele, mint mondjuk vegyük azt, hogy újságíró vagy rádiós, és szoktunk néha pár szót váltani egymással, tehát velem is szóbál, ez már egy jó jel. Persze sokat nem beszélget velem, mert ugye egy hűséges típus. Megyünk tovább. Liszt, ütött az óra, eljött a te időd. Szegény András állandóan fogyni akart, jó öreg Liszt barátom állandóan hízni akar, erősödni akar. Csak hát mondtam neki, én nagyon szívesen leviszlek téged birkózóedzésre, vagy bármely más küzdősporthoz, de hát ezeket az újakat valami baj éri. Akkor hova lesznek a szerzemények, hogy mennyire kell vigyázni? Hát Liszt, köszöntelek a stúdióban. Természetesen adás után itt kell maradni, és átbeszélni, hogy te hogy tudsz hízni, András hogy fogy, és hát Szilvi meg hogy lett ilyen szép, annak ellenére, hogy ilyen kemény sportágat űzött. Liszt, te tényleg egy zseniális tehetség vagy. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, szinte mindenféle formációban láttalak, és azt mondom, hogy a klasszikus zenétől a legszigorúbb, legkeményebb rockon keresztül mindent tudsz, és ami még különösen jó benned, hogy nem csak jó zenész vagy, mert olyanból már van sok, te egy nagyon jó szerző is vagy, és örülök, hogy üdvözölhetlek itt a
Élő legenda őskövület című műsorban. Halljuk, te hogy barátkoztál meg a zenével? Miért nem lettél például dzsúdós, vagy mondjuk kajakos, vagy akár birkózó? Ez egy érdekes dolog, mert én sportoltam, csak ez nem látszik rajtam. Hát itt kolod. Mikor mindig azt szoktam mondani, hogy nehéz tárgyakat néztem, és a szemgólyom az tökizmos, de ez csak vicc. Én csináltam ilyen mindenféle gyerekkorban elkezdett küzdő sportokat, ilyen karate, meg hasonló dolgokat, mert ez akkor olyan nagyon divatos volt. Aztán jött a zene, és akkor abba hagytam, mert hát az nem az, hogy jobban érdekelt, de egyébként jobban is érdekelt, és... Hát ki szerettem volna próbálni magam benne, hogy abban mit tudok nyújtani, és hál' Istennek így azt gondolom, hogy egy jó választás volt, és az életem tulajdonképpen a zenélésről szól. Nagyon érdekes, hogy egyik pillanatban a Napoleon Boulevardban látlak, a másik pillanatban a Korál Forever, a harmadik pillanatban az EBB-ben, és a negyedik pillanatban pedig tudom én, a Piramisban zenész, és ezek teljesen más stílusok, más zenék, és irgalmatlan rendnek kell lenni a fejedben, már pedig az van, és már csak a hangszíneknek a megjegyzése is nagyon fárasztó lehet, nemhogy még ezeket a dallamokat megjegyezni, és rendesen eljátszani. Mi játszolik le a te fejedbe? Hogy bírod ezeket megjegyezni? Ez egy érdekes dolog. Nekem szerencsém, hogy én próbálok több lábon állni így az életben, mert édesapám mindig azt mondta, hogy először tanuljak meg egy szakmát, és csak utána a zenélés, vagy bármi más. És teljesen igaza volt, nekem van egy szakmám, én könyvelő vagyok egyébként, pénzügyes. Nagyon stimmel egyébként. Egy nagyon az egész műfaj. Ülni egy helybe, és gondolkodni, és törni az agyadat. Igazából ehhez hozzátartozik egyfajta rendszeretet, meg egyfajta rendmánia is. És akkor így lehet, hogy ilyen kicsit ilyen kockás gondolkodásmód is, és így rendszerbe tudok gondolkozni, ugye különböző projektek vannak, ahol játszogatok, és akkor mindegyik zenekarnak megvan a maga repertoárja, és ezeket így azért úgy nagyjából tudom, hogy miről van szó, hát ezeket így meg kellett tanulni, meg kellett jegyezni, és hát csinálom, ahogy tudom, legjobb tudásom szerint. Tudod, mi a legfontosabb? Soha nem szabad feladni, és ami még ennél is fontosabb, hogy a elkövetkezendő időben arra kell törekedni, hogy minél több saját szerzeményed lásson napvilágot, mert az lesz az igazi. Hát igen, én is ezt szeretném, hát csináljuk folyamatosan. Szabó Szilvit köszöntjük újra a stúdióban. Nem rohant el, pedig mondta, hogy ha időben nem kezdjük el, akkor ő elrohan és itt hagy bennünket, mert a gyerekénél fontosabb nincs. Mondtam neki, hogy figyelj Szilvi, te itt nagyon fogod érezni magad ebben a stúdióban, hogy te nem fogsz sehova menni. Elméletileg három különböző egyéniségű itt a stúdióban. Hát remélem, hogy mindegyik szórakoztat téged, de hát ha nem, akkor majd egyszer elmeséled nekem. Szilvi, mesélj nekem azokról a világ és Európa bajnokság, amik a legkedvesebbek voltak neked, mondjuk a négyesről, párosról, és beszélhetsz arról is, én örülnék, hogyha esetleg, ha voltak ellentétek, bár úgy sem mered elmondani, de ha mégis volt, akivel kijöttél, volt, akivel nem jöttél ki, mert a zenében is sajnos ez így van. Persze, hát emberek vagyunk, nem lehet folyamatosan úgymond ellentétek nélkül élni, de nagyon sokat mentünk ugye csapathajóban, ahol egy csapattá válunk annak ellenére, hogy ez egy egyéni sportág. És akkor, amikor beülünk ebbe a hajóba, és van egy célunk, akkor azért kell küzdeni, és mindenkinek ugye valamilyen szinten idomulnia kell a másikhoz. És ez nagyon fontos, mert ha nincs meg egy hajóegységen belül ez az összhang, akkor azonnal kijönnek a hibánk, és azonnal le lehet csúszni egy világbajnokság dobogójáról, vagy akár ki se jutunk, úgymond az adott világversenyre. Az, hogy most milyen emlékeim vannak itt a világversenyekről, nagyon sok. Azt mondhatom, hogy ugye hát ennek a csúcspontja mindig is az olimpia volt, ugye én Athénban és Sydneyben voltam ott. Mind a kettő egy hatalmas élmény volt, de legfőképp azt mondhatom, hogy nem is maga a verseny, hanem az, hogy amikor a szurkolók közé kimentünk, ugye ezüstérmesek lettünk, ami ugye a három világbajnoki arany után, négyesben, az ezüst akkor csalódás volt. És az a szeretet, amivel minket ott vártak kinn a szurkolók, az egy olyan pluszt adott, amit lehet, hogy akkor nem élünk meg, hogyha aranyat nyerünk. És nekem mindig, hogyha a világversenyre gondolok, ez jut eszembe, hogy ott az a töménytelen mennyiségű ember, aki kijött nekünk szurkolni, felénk fordult, elkezdtek nekünk énekelni, szóval az a szeretet, ami felénk áradt tőlük, az elmondhatatlan. Hát Szilvikém, elmondhatatlan az is, amilyen áttéréssel és amilyen
élménnyel mondod ezt az egészet, tehát jó rád nézni, örülök, hogy most is így érzed, hogy jó dolog volt sportolónak lenni. András, halljunk arról, hogy milyen falut neveztél te el, és mi van ezzel a bizonyos judo múzeummal, mert hát neked mindig töröd valamibe a fejedet. Mi történt? Igen, én tipikus vízöntő vagyok, ami azt jelenti, hogy mindig, még be se fejezek egy dolgot, már a következőt tervezem, és ezek mind ilyen hosszú távú projektek, tehát mondjuk a judo múzeum is több éve fogamzott meg a fejembe, csak így előveszem a tartalékból, és elkezdem megvalósítani. Tehát a megvalósításra most került sor. És ezek mindig olyan kicsit véletlenekkel kapcsolódnak össze, ami azt jelenti, hogy mikor egy judo múzeum esetében, hát mi kell ehhez, persze pénz kell hozzá, és sok munka, de ugye a munkaerő az megvan hozzá, tehát a munkabírásom szerencsére lekopogom a bal kézzel faasztalon. Direkt mondtam, hogy nem szabad zörögni a stúdióban. Érzitek ezt az egészet? Egyszerűen érzi, hogy nagyobb, mint mi vagyunk, és azonnal kopog az asztal. Igen. Hihetetlen. Na, most voltam az orvosnál, és mondta, hogy hát maga makk egészséges. Tehát ez is egy kész csoda, de ezt örököltem a szüleimtől. És úgy jól bírom a munkát, én a munkabuzi vagyok, tehát én akár hajnal 5-kor is hajlandó vagyok bemenni, hogy befűtsek mondjuk a judóterembe, és akkor este 10-ig ott tökölök még a számítógépen. Tényleg nagyon régóta használom a PC technikát, tehát mikor megjelent Magyarországon azóta, és minden programban otthon vagyok. Na, a lényeg az, hogy még egy nagy mákom van, hogy én olyan idős vagyok, mint most általában a cégeknek a vezetői. Tehát nagyon, nagyon ritka, amikor találkozok egy fiatal cégvezetőben, vannak olyanok szerencsére, de általában ilyen inkább 50-esek a vezetők. És azok még hallották talán az én nevemet, és nem azonnal kirúgnak az utcára, hanem akkor talán azt mondják, hogy Osbár úr, akkor jöjjön be, azt mondja, hogy mit akar. És akkor ez már egy mara nagy esély, akkor az ember lyukat dumál a illetőnek a hasába, és nagyon fontos, ugye én emberekkel dolgozok, tehát nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy én nem hazudhatok, nem csaphatok be senkit. Tehát én azt mondom, hogy ekkor is ekkor ott leszek, akkor ha kések is mondjuk a forgalom miatt, de előtte föl kell hívjam, hogy ne haragudj, 5 percet csúszok, de ott vagyok. Na, a múzeum ügyre azt mondanám, hogy egy régi ötletem valósult meg. A tavaly évi judószövetségi közgyűlés egyhangulag elfogadta a múzeum megalapítását, de a szűkös pénzügyi helyzetben anyagiakat nem tudott rá biztosítani. Én elkezdtem megkeresni ennek a lehetőségét, és japán tőkével sikerül most megvalósítani a Magyar Judo Múzeumot. Én úgy gondolom, hogy ez év nyarán vagy őszén fog megnyílni. A múzeum tárlati kivitelezése az már márciusra készen lesz, és a tárlati tárgyak gyűjtése folyamatosan őszig be fog fejeződni. Ez egy olyan múzeum, ami ugye az ország judo történetét öleli föl 1906 óta, tehát most 104 éves jelen pillanatban a magyar judo. Tehát 1906 óta vannak tárgyi és egyéb emlékek a judóról. Ezt megpróbáljuk mi szépen kialakítani. Mondok egy dolgot, ami rám jellemző. Mondom, mi legyen a múzeumban, jó, persze kirakunk egy judo ruhát, meg egy papucsot, vagy valami, de hát ez franc, megnézik, azt megy tovább. Tehát mivel lehet ott tartani egy ember? Hát mondom, pof, kirakunk 50 darab digitális képkeretet, betöltünk bele több ezer fényképet, aztán meg lehet állni, és percekig nézegetni a gyönyörű szép régi felvételket például. Én szerintem egy múzeumban sincs digitális képkeret. Nem tudom, lehet, hogy van, de én úgy gondolom, hogy ez is az én ötletem. Hogy ott megállítom a sarokba, digitális képkeret nézi, hogy sőt, választhat, hogy mit akar megnézni. Tehát megnyom egy gombot, és azt mondja, hogy 1968-as japán-magyar találkozót szeretné látni. Az Élő Legenda Üsköbre című műsort halljátok továbbra is, mivel András beszélt, hogy 100 éves elmúlt a magyar judo, akkor jön egy kemény dal, 100 éves a magyar judo.
Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban. Vendégem Szabó Szilvia, 13-szoros világbajnok, 8-szoros Európa-bajnok, 3-szoros olimpiai ezüstérmes. Itt van velünk, még mindig nem ment el, tehát ígértem neki, hogy jól fogja érezni magát, úgy látszik, bejött, nem akar felállni. Köszönöm, hogy itt vagy továbbra is velünk, és vendégem ugye Ozsvár András, olimpiai világbajnoki bronzérmes, judós, mesteredző, akinek saját klubja van, saját termében különböző sportágokat edz, a judón kívül más sportágok is helyet kapnak. És hát itt van, aki annak idején 14 zenekarban játszott, Nagy Liszt Zsolt, aki jelen pillanatban a legerősebb zenekarról, ahol saját szerzemények is készülnek, ez az EBB, de játszik ugye a Coral Forever, és a többit most nem soroljuk fel, mert úgyis állandóan a Lisztet hallgatjuk itt, úgyhogy. De ha ennyit beszélünk, akkor nem sok dal fog elhangzani. Szilvi, meg vagyok döbbenve, megmondom őszintén, mert hogy a Kajakenu Szövetség jól működik, az biztos. Tehát én olyan kellemesen csalódtam az egész Kajakenu Szövetségben, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy ahány sajtótájékoztatóra elmegyek, az mindig egy minta, egy mérvadó, hogy milyen egy sajtótájékoztató. Jól meg van szervezve. Az újságírók tisztában vannak, hogy itt biztos, hogy jó sajtótájékoztató van, és biztos, hogy 100%-os fogadtatás. Mindig sokan vannak. És komolyan mondom, pazarmódra van megszervezve. Én állítom, hogy az országházban nincsenek jobb sajtótájékoztatók, mint amin például most is voltam utolja. Úgyhogy én örülök, hogy ott lehetek, és egyébként is szeretem ezt a sportágot. Szilvi, kinek köszönhető ez? Hát én most nagyon örülök, amit elmondtam, mert nagyon sokat szoktam dolgozni egy-egy ilyen sajtótájékoztatóval, és persze nem csak én, hanem a kollégáim is. Próbálunk minél professzionálisabb színvonalat kialakítani pont a sajtó munkatársai részére, főleg azért, mert nagyon fontos, hogy vigyék a hírt. És ebben az évben meg pedig még fontosabb lesz, hiszen idén augusztusban MOL Kajakenu világbajnokság van, ahol a világ minden részéről kajakosok, kenusok itt fognak tudni kijutni az olimpiára. Nagyon fontos esemény lesz az a mi sportágunk életében. Hát Szilvikém, én nagyon boldog vagyok, tényleg. Én úgy éreztem, hogy tár régen nem állt ilyen stabil lábakon ez a kajakkenu, vagy én nem voltam benne ennyire, hogy észrevegyem, de le vagyok. De látom, hogy mindenre van pénz, tehát itt nincs ilyen bujkálás, meg ilyen mellébeszélés, hogy úgy teljesen rend van. Tehát vagy nagyon jól meg vagyok téveszve, de szerintem rend van. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy, Szilvi. Szegény András, megint te következed, de te szerintem ettől nem ver ki a víz téged, hogy te következel. Hát te, mint vízöntő, Nyiba mester, mint vízöntő, mi így jól el vagyunk. Tehát magamra ismertem, mikor mondtad. Be se fejeztem valamit, már kezdem a következőt. Ez így van rendjén. András, mibe töröd most az arcodat? Hát nem az evésre gondoltam, úgy még azon kívül. Igen. Ezek mind, amit én csinálok, az mind úgy viselkedem, mint a saját gyerekeim lennének, és próbálom rúgdosni tovább őket, hogy hát nőjenek föl. Nagyon nehéz dolog. Sok minden ilyet elkezdtem, csináltam. Volt, amit elvesztettem. Például mondok egy ilyet, a Magyar Kötélhúzók Egyesületét én alapítottam meg. Ez 1980-as években. Nem gondolkodtál azon, hogy esetleg a Lisztet meg kellene hívni az egyik ilyen kötélhúzó versenyre? Melyik a 34 kilójával? Érdekes módon a kötélhúzó versenyek, a hivatalos kötélhúzó versenyek ösztömegbérésben vannak, tehát nem számít, hogy hány ember, lehet 10 ember 50 kilós is, és akkor így adják ki az 500 kilót, vagy lehet 3 vagy 4 nagyobb súlyú. Tehát, de visszatérve, én arra reflektáltam, hogy a Kötélhúzó Egyesületet elvesztettem, mivel a fővárosi főügyészség megszüntette az egyesületet munkahiány, tehát elvesztette a funkcióját. Ez egy másik téma, hogy miért nem akarnak kötélt húzni, de de egyszer megalapítottad, mondok olyat, amit nemrég sikerült nyélbeütni. Ez volt a Szentegyed nevű település létrehozása, ez pedig következőképpen működött. Csak röviden, mert nem 4,5 órás a műsor, csak úgy szólok. Hogy ahol nekem van egy kis hétvégi házam, a szomszéd faluban voltam a helyi fesztiválon, ahol megvettem a helyi történeti könyvet, abban olvastam, hogy régebben
1241-42-ben a tatárjárás idején Szentegyed nevű települést. A tatárok szétzúzták, megsemmisítették, és azóta nem települt vissza. Ez körülbelül a mi kis településünktől, ez a Dányi tó és környéke különben, és a Dányi önkormányzatahoz tartozik. És aláírásokat gyűjtöttem, bementem, beadtam a testület elé, testület egyhangulag megszavazta. Csodák csodája, már másnap ki voltak téve a táblák, szóval gyönyörű, nagy örömömre szolgált, hogy el tudtam nevezni ezt a települést a Dányi tó körül. Dány Szentegyed néven fut most. Továbbra is szép napot kívánok mindenkinek, az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok. Mielőtt megszólal majd Liszttől egy zene, szegényt megkérdezzük, mert itt olyan elnyomásban van része, hogy ez valami hihetetlen, mikor küzdő sportosok közé bekeveredsz, hát szegény Szilvi, hát ő is bajban van, de hát mi ketten az Andrással 42 napig beszélnek egyfolytában, úgyhogy most kapsz egy kis lehetőséget, nem sokat, de valamennyit kapsz. Liszt. Azt szeretném megkérdezni tőled, mert tudomásom szerint haldoklik a rockzene, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk mindannyian. Hogy érzed? Mi lesz itt? Nem kell esetleg többet foglalkoznod a könyveléssel? Hiába vagy ilyen zseniális zongorista. Nem érzed úgy, hogy anyagi problémáid vannak? Nem érzel valami ilyesmit? Vagy ehhez hasonlót? Vagy hát, képzelődök? Igazából, hála Istennek, mint mondtam, több lábon állok, tehát ez szép. Próbálom. Szóval ezekről nem beszéltél eddig, nagyon megnyugodtam. Nem, hát igazából én azt gondolom, hogy Magyarországon ma a zenélésből, aki nem 30 évvel ezelőtt kezdett el zenélni, mondjuk régi öregekre gondoltam itt elsősorban, azoknak nagyon nehéz. Tehát van egy-két zenekar, aki megél, most nem akarok itt neveket mondani, illetve hát ugye ez egy elég összetett kérdés, mert a valóság soknak az országában élünk, ahol nem feltétlen, én azt gondolom, hogy a tudás. Szégyeld magad, mert ott is felléptél. Melyikben? Nem voltál valahol? Valahol, mint hogy csináltál volna a zenéket. Ne. Biztos, én nem tudok róla. Jó, vagy akkor csak félreértettem, jó, rendben. Szóval... Akkor mégse hagytad magad. Nem. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy az embereknek most nagyon kevés pénze van itt bármiféle kulturális fejlődésre. Igazából most arra gondolok, hogy elmenjen egy kiállításra, vagy egy koncertre. Rengeteg pénzbe kerül például akármilyen koncertre elmegy az ember. Hogy főleg, hogy a külföldi zenekarok jönnek ide, amikkel egy magyar zenekar nem veheti fel a versenyt sajnos, úgyhogy ez is egy eléggé kiszolgáltatott állapot, én azt gondolom. De én bízom benne, hogy ez majd kicsit később, ez vissza fog állni a régi kerékvágásba, és ugyanúgy. Hát a rockzene haldoklik, én nem kifejezetten azt mondom, hogy a rockzene haldoklik, úgy most az egész zenei piac haldoklik úgy unblock, ahogy van. Én azt gondolom, hogy majd lemennek ezek a rossz dolgok, és én pozitívan próbálok így gondolni a jövőre. Egy ilyen szép monológ után következzen egy Liszt szerzemény ZBB dal, amiben egyébként Fischer László a korálgitáros a gitáros, és hát ketten közösen nagyon jó dalokat szereztek, és hát azt kell, hogy mondjam, zseniális zenészek vesznek körül benneteket. Hát csak arra gondolok, hogy Krecsmarik, mondhatni az, hogy jelen pillanatban az ország legjobb dobosa, és hát a basszusgitárosotok is nagyon rendben van. És működik a dolog. Tehát szóljon a dal, és jövünk vissza. Múlik az idő a földön, de élünk, jó a kedvünk. Néha rohanni kell, de hát mit érne az élet rohanás nélkül? Mit érne, ha az ember nem úgy gondolkodna, mint András, valamit be se fejezett, és már el kell kezdeni valamit. És akkor csodálkoznak azok az emberek, akik a kocsmában üldögélnek, és nem csinálnak semmit. És hogy hát hogy lehet az, hogy ez ennyi mindent elért, hát mit képzel ez nem is igaz. Közben meg igaz, csak ő akkor is dolgozik, amikor ők alszanak, meg isznak. Szilvikém, örülök, hogy mosolyt tudtam fakasztani az arcodra, mert olyan szigorú voltál az első pillanatokban, hogy attól félt Németh Nyiba Sándor, mert egyébként Németh Nyiba Sándor vezeti a műsort, ezt elfelejtettem elmondani, de ez nem is annyira lényeges, de hogy nem nagyon lényeges. Attól féltem, hogy nem bírok majd megszólalni, és hát nem tudok mosolyt fakasztani az arcodra. De úgy látom, mi itt hárman azért szép lassan kizökkentünk a normális egyensúlyból. Oké, világbajnokság. Ez egy nagyon nagy dolog lesz. De neked, mint magánembernek, milyen céljaid vannak az életben? Mert mi kell, hogy legyen. Most megnyerti ennyi VB-t, EB-t, olimpiai 2-3 ezüstérem, oké. De
Az embernek sokféle célja van. Most a legfőbb célom a család. Ugye miután abba hagytam a sportot, 2008-ban olimpia évében megszületett a kislányom, Csenge, aki nagyon-nagyon sok örömet okoz az életünkben, és hát nem szeretnénk itt megállni. Olimpiai ciklusokban gondolkodunk, úgyhogy 2012-ben remélem jön az utánpótlás. Bocsáss meg, hogyha én felteszem a kérdést, nem biztos, hogy válaszolsz, de most tegyük fel, hogy az András tenné föl, és itt ránézze, hogy mekkora darab, és akkor jobb lenne, hogyha válaszol. Nem, igen, szoktam megijedni. Nem, András, látod, milyen közegben vagy? Oda kell figyelni. Férjedről mondanál egy pár mondatot, vagy tilos? Most vegyük úgy, hogy az András tette fel a kérdést, tehát én nem. Persze, mit szeretnétek tudni róla? Hát, ami elmondható, pár gondolatba foglald össze. Hogy egy ilyen csinos hölgynek, aki ilyen eredményes, aki ilyen kiegyensúlyozott, ilyen megtéveszthetetlen, ilyen befolyásolhatatlan, milyen férje van? Hát nagyon jó párom van, a sport révén ismertem őt is meg, ő is nagyon sokáig kajakozott, és hát ez nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy még nagyon sok edzőtáborba jártam versenyre, hogy ezt tudja vállalni és kibírja. Ő már nagyon régen a civil életben mozog. Más még nem szeretnék többet mondani. Hát én azt gondolom, hogy ennyi elég, mert még a végén megsértődik, és legközelebb nem enged el a műsorba, azt meg nem szeretnénk, mert azért neked néha ide be kell jönni, hogy a fiatalok és az idősebbek is tudjanak róla, hogy vagytok a világon. Továbbra is az Élő Legenda Őskövre című műsort halljátok a 98-as megahertzen, és még egyszer szeretnélek figyelmeztetni benneteket, Németh Nyiba Sándor vezeti a műsort. Nem tudom, hogy hány százat csináltam már, de hallgatják ezt a műsort szerencsére. Egyperces megszólalások következnek. Ha azt akarjuk, hogy Lisztnek megszólaljon a zenéje. András, mesélj nekünk arról másfél percben mondjuk, hogy jó két percben. Hogy lehet egy ilyen judóklubot ilyen profin fenntartani? Mert ott tényleg minden van. Ott büfé van, ott ruhákat tudsz árulni. Ott edzés van, más sportágak vannak. Ülsz, szeded a jegyet, edzést tartasz, elnök vagy, atyaúrist, minden. Hogy lehet ezt? Most komolyan, oké, reggel bemész fűteni 5 órakor, este 10-kor készülődsz hazafele, éjfélre hazaérsz, de hogy van ez a valóságban? Hát az úgy működik különben, hogy kívülről minden jól néz ki, de belülről én azt látom, hogy minden borul. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy végül is kevés munkaerővel nagyot teljesíteni, ez borzasztó vállalás. Minden hónapban nyögjük a dolgát annak, hogy ki tudjuk fizetni a béreket, a üzemi költségeket, stb. Pénzt össze kell szedni, erre nem tudok fölvenni senkit, ugye én még az egyesület elnök, ez a Óbudai Judo Klubról van szó. Nagyon sok támogatást kapunk jobbról, balról, önkormányzat, magánemberek, stb. De ez mind még kevés ehhez, állami támogatást így hivatalból vagy büdzséből nem kapunk. Pályázgatunk, de a pályázatokon is mind lehet tudni, hogy kis pénzeket osztanak. Ezek ilyen pár százezer, maximum 300 000 vagy ilyen összegek, ami egy hónapos költségek. De is kevés. Tehát nagyon nehéz. András, könnyű dolgokat bízzuk másra. Szilvi, visszatérve rád, utolsó szójogán, tehát egyszer mindenek vége van, még ennek a jó társaságnak is. Legalább mosolyogtál itt egy pár percig, ez is valami. Most azon gondolkodom, hogy mi mosolyogtál, azon, hogy az András nem tud lefogyni, vagy azon, hogy a Liszt nem tud meghízni, vagy esetleg az, hogy én nem tudtam megborotválkozni, és késtem néhány másodpercet. Nem, azon mosolyogtam, hogy ilyen komolynak szoktam mindig kinézni, hogy igen, ez nagyon, egy ilyen nagyon meglepetés, hogy tartok tőled, megmondom őszintén. Tartok tőled. De azért jó, hogy itt vagy. Na, viccet félretéve. Azt megtudtuk, hogy nagyjából mik a céljaid, persze nem fejezted még be a gondolatsort, de hát egy ilyen hölgy, aki ilyen aktív és ilyen kreatív, az ilyen gyorsan nem is lehet befejezni. Most kapsz egy néhány másodpercet, mondjuk egy percet vagy másfelet arra, hogy mondd el a kedves hallgatóknak, hogy miért kezdjenek el kajakozni a fiatalok. Mert vigyázz, mert utána az András is megszólal, meg a Liszt is, és ők is elmondják, hogy miért kell zenélni, miért kell judózni, és akkor nehogy baj legyen. Tehát győzd meg, légy olyan kedves, másfél percben, hogy mi a szép a kajakban, vagy a kenuban. Először is az nem baj, hogyha a zene részéről is meg fogom hallgatni, mert ugye én nagyon nagy dilemmában vagyok abban, hogy a kislányomat ugye milyen
merre fele terelgesem, és mi próbáljon ki, biztos, hogy a zenét is ki fogja próbálni, de kajakozni azért jó, mert szabadban vagyunk, vízparton vagyunk. Én gyerekként nagyon imádtam táborba járni, és egy olyan közösséget jelent a mai napig az életemben, hogy van hova tartoznom, egy hatalmas család a kajakkenu közössége. És amellett, hogy a gyerekek ugye nem az utcán csellengenek, nyáron végig minden nap tudnak menni valahova, sportolnak, táboroznak, túráznak, csodálatos dolog szerintem. Szilvi, engem meggyőztél, sajnos én most már nem tudok elkezdeni kajakozni, de talán, ha még egyszer megszülethetek a következő életemben, akkor elgondolkodom, mert valóban nagyon fontos a jó levegő lenni, főleg most ilyen világban, amikor mindenhol füst van. Ez egy jó dolog. András, mint a legidősebb jogán, mint a legnagyobb bölcset megkérdezünk, akinek a nevéhez fűződik egyébként a 100 éves a magyar judo című dalnak a kitalálása is. Hallgatunk. Miért judozzon valaki? Miért kezdjen el? Tehát kétféleképpen lehet a természet erőivel harcolni, vagy pedig egymás ellen. Mi egymás ellen harcolunk. Az emberi test csodálatos, csodálatos dolgokat tud művelni. Ezek a judóban előnyösen fejlődnek. Gondolkodni is kell. A magyar neve a judónak cselgáncs. Benne van, hogy cselesen kell gáncsolni. Tehát itt észnél is kell lenni. Én azt mondom, hogy óvodáskorba lehet kezdeni. Tehát 3-4 éves tanítványaink is vannak. Jöjjönek el, próbálkozzanak vele. Nagyon szép sportág. Igen, ha belegondolunk, a kisgyermek megszületik, aztán birkózni vagy judózni kezd, mert a génjeinkben ott lapul a küzdelem szelleme, és hát szeretünk küzdeni. És ez, a küzdősportok azok olyanok, hogy szinte belépnek az auránkban. És néha, hát talán egy kicsit meg is aláznak bennünket, de ez az alázat, ez arra jó, hogy ebből, ha jól jön ki az ember, már pedig mindenki jól jön ki. Nagyon szeretek gyerekversenyekre járni, mert rengeteg síró kislány, kisfiút látok, és ez olyan jellemformáló, olyan emberi, és olyan tisztességes, és annyira valóságos, és annyira nem hazug, hogy én nagyon örülök, hogy én mondjuk küzdősportot választottam, de gondolkodom azért a kajakkenun. Na hát, Liszt, megszólalhatsz, ugye, te még akkor meg se születtél, amikor már én ütöttem a dobokat, ugye 1970, meg hát elkezdtem zenélgetni, de hát fiatalok, ki a világ, fiatal vagy kis csikó vagy, hallgassunk, most már nem jut zeneire idő, úgy néz ki, mert azért elbeszélgettük az időt. Hallgatunk, Liszt, miért zenéljen valaki? Én azt gondolom, hogy szerintem én nem beszélnék illetve senkit se rá arra, hogy valaki zenéjen. Mindenkinek meg kell találni a saját útját az életébe. Ez lehet akármilyen sport, amitől jól érzi magát. Hogyha esetleg a zene, az is egy nagyon szép és nagyon jó út. Én azt gondolom, hogy a zene az senkire nincs rossz hatással, legalábbis én úgy gondolom, hogy a léleknek egy bizonyos fejlődési utat mutat, illetve hát az embernek kialakul egyfajta szép érzéke is, hogyha a zenével foglalkozik, és ez szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy az emberek az érzelmeiket sajnos elég sokszor el kell, hogy titkolják, és én például az érzelmeimet a zenében fejezem ki a legjobban. Szerintem ez mindent magába foglal. Úgyhogy, de ha valaki sportolni akar, mindenkinek tudom ajánlani, hogy sportoljon. Miért nézel az Andrásra? Miért néze fész tőle? Hát, nem. Lehet, ez olyan, látod, milyen szelíd gyerek. Hát olyan, azt gondoltad, hogy egy kemény zoral arc, és amikor megszólalt, rájöttél, hogy van humora, és jó ember. Szilvitől is tartottál, és látod, hogy milyen, nem mertél odaülni mellé, ott ült mellette levő asztalnál, és csak hát nem lehet ilyet csinálni. Nem mondtam volna el a barátnőnek, na, ha oda átültél volna. Rendben van. Az Élő Legenda Őskövület című műsort hallottátok az elmúlt egy órában. Én ígértem, hogy ti jól érzitek magatokat, ez megtörtént. Köszönöm, hogy velünk voltatok. A műsort Németh Nyiba Sándor vezette, de ne felejtjétek. Kik is voltak a vendégeim? Szabó Szilvia, 13-szoros világbajnok, 8-szoros Európa-bajnok, 3-szoros olimpiai ezüstérmes, aki egyébként a marketing főnök a Kajakkenu Szövetségben, és hát hozzá kell azt is tennem, hogy vendégem volt Ozsvár András, aki olimpiai világbajnoki bronzérmes, aki judóklub, saját judóklubja van, az Óbudai klub, illetve most csinálja a
Judo Múzeumot, és hát az ő nevéhez fűződik a 100 éves Magyar Judo című dal kitalálása is, és hát vendégem volt Nagy Liszt Zsolt, mint mondtam, régen 12-14 zenekarban játszott, ma már a főzenekar a ZBB, ahol saját szerzemények születnek Fischer Lászlóba, Krecsmarik Gáborral együtt. És akkor nincs mese, vége a műsornak. Búcsúzom tőletek, szívem fáj, ígérem, jövünk vissza. Ne feledjétek, minden páratlan hétvégén 17 és 18 óra között. Élő legenda, őskövület. Sziasztok!